legyőzte a HSC Csíkszeredát a brassói Korona jégkorong csapata. Keresztes Otto együttese motiváltabb volt, és talán ez vezetett a sikerhez. Nem beszélve arról, hogy a brassói kapusa Tőke Zoltán remek napot fogott ki. A csíkiak hiába próbálkoztak, a korong nem találta az utat a kapuba. Az utolsó percben a HSC a kapusát is lehozta a jégről, és egy plusz mezőjátékossal próbálkozott, de ez sem jött be. Brassó korongot szerzett, és Mihály Árpád az üres kapuba küldte a korongot, így 2-0-ra a barcaságiak nyertek. A mérkőzés a MOL Liga mellett a román bajnokságba is beszámított. Fölényes hazai győzelemmel zárta az évet a marosvásárhelyi Citiász. Kacso Endre csapata 9-2-re legyőzte a pont nélküli Concordia Kiázsnát. Ebben az évben ez volt az utolsó mérkőzése a Citiásznak, hiszen a hétvégi 13. fordulóban szabadnapos lesz. Javában zajlik a Gyergyó-medencei települések asztali tenisz csapatversenyek, közben a Gyergyó-Szentmiklósi Sportegyesület jótékonykodik is, Böjte Csaba gyerekei tanítják asztali teniszezni. Harmadik fordulójához érkezett a Gyergyó-medencei települések asztali tenisz csapatversenye. A Salamon Ernő gimnázium tornatermében zajló mérkőzések komoly program szerint zajlanak. A versenynek az első szakasza le fog zajlani az idén, majd jövőbe folytassuk. Minden csapat kétszer találkozik a többi csapattal, és akkor lesz vége ennek a rendezvénynek. A versenyen ott voltak a Böjte Csaba atya otthonaiban élő gyerekek, akiket asztali teniszezni tanítottak, közben pedig egy nagyszabású eseményre is készülnek a gyergyószentmiklósi pingpongosok. November 28-án meg fogjuk rendezni Gyergyó történelmében az első országos szintű B-kategóriás versenyt, amelyre meghatározott számú versenyző vesz részt. A sportiskola tornatermében lesz megrendezve, és mindenkit szeretettel várunk, mert még egyszer mondom, ilyen rendezvény még Gyergyóban nem volt. Úgy tűnik, Gyergyószentmiklóson nem csak a téli sportágak uralkodnak, hanem a teremsportok is egyre nagyobb teret hódítanak.